Vajon hogyan bukott ki a MOME eminens tanulója Szabó Sándor az egyetemről? Senki sem tudja pontosan, mi történt. Az ügy végigjárta a világsajtót. Egyszerűen nem akartam elhinni. A rejtélyre senki sem tudja a választ. Egészen mostanáig. Szakértőnkkel, dr. Izsák Scotttal megpróbáljuk rekonstruálni az eseményeket, hogy rájöjjünk, mi vezetett ténylegesen a tragédiához. Városi legendák 42. rész. Az archivált eltűnés. 2017. február 9-e, reggel 11 óra 37 perc. Moholy Nagy Művészeti Egyetem. Szabó Sándor a fél éves kipakolás előtti utolsó órán ül. Olyan nap volt, mint bármelyik másik. Nem hittem volna, hogy ez lesz az utolsó, amikor látom Sanyit. De Sándor ismét nem figyel, amikor a tanár kihirdeti. A témát dokumentálható állapotban kell prezentálni. Ez nem várt fordulat volt. Azt jelenti, hogy a különböző folyamatokat is meg kell mutatni a prezentációban. Sándor erre nem volt felkészülve. Különösen nehéz és értelmetlen egy ilyen feladat teljesítése. Jelentősen növelheti a munkaórákat és a stressz szintet. Senkinek nem ajánlanám. 16 óra 12 perc. Sándor hazafelé utazik a metrón, végig a megoldáson jár az esze. Vajon hogyan fogja összeállítani a prezentációt egy teljes délután alatt? 17 óra 42 perc. 16 óra és 18 perc van hátra a leadásig. Sándor hazaért. Egyből a szobája felé vette az irányt. Kezdődhetett a munka. 18 óra 31 perc. Sándor délutáni pihenését végzi. Teljesen természetes biológiai választ a stresszre, ilyenkor egy kis alvás. Szinte kiszámítható volt, hogy ez fog történni. 19 óra 53 perc. Sándor titokzatos okokból felkel az alvásból. Bekapcsolja a számítógépét. Ha tippelnem kéne, azt mondanám, Sándor mindennél jobban szerette a laptopját. Ám a számítógépét bekapcsolva hagyta. Kimegy a szobából. Sándor feltehetőleg nem saját maga döntött így. Ösztönös vagy külső erő hatására cselekedhetett. De milyen külső erő lehetett ez? Huszonkét óra 44 perc. 13 óra 16 perc a határidőig. Sándor visszatér a konyhából. Táján egy sonkás sajtos meleg szendvics. A lényeg az, hogy előbb meg kell egy picit pirítani a kenyeret. Utána mehet rá a sonka a tetejére, majd kis idő után a saj. Várni kell. Hősünk leül a számítógéphez, majd bekapcsolja a kedvenc sorozatát. Elképzelhető, hogy itt rontotta el? Vajon ez lehet a titok? Számtalanszor találkoztunk már azzal, hogy sorozatokban, filmekben hipnotív elemeket tettek. Nem ez lenne az első eset, hogy valami rosszul sült el belőle. Vegyük például 9-11-et. Éjjel 2 óra 14 perc. 6 óra 46 perc a leadásig. Sándornak vészesen fogy az ideje. Megnyit egy dokumentumot és létrehoz benne egy főcímdíját. 4 óra 32 perc. 4 és fél óra a határidőig. A feladat teljesítése 7%. Nagyon keveset haladt a feladattal, de ez vajon Sándor hibája? Sándor viszont ismét szünetet tartott. Vajon miért nem volt képes figyelni? Az ételben lehetett valami? Vagy talán a sorozattal manipulálták őt a rossz akarói? 5 óra 16 perc, 3 óra 44 perc a leadásig. Sándor még mindig a videójátékkal játszik. A Need for Speed volt a kedvence. Mindig azt ecsetelte, hogyan lógott meg a zsaruk elől. Ahogy ő mondaná, a fullos pp-pimpelt rajos ferdákkal, tesó. 6 óra 44 perc. Ez volt az utolsó, amikor Sándorról hallottunk. Az asztalra dőlve elaludt. Többet nem ment be az egyetemre. De vajon miért nem készült el a feladattal?
Rengeteg oka lehet annak, hogy nem készült el a feladattal, és az, hogy emiatt ő a felelős, a legvalószínűtlenebb szenárió. Nem rajta múlott, ebben biztos vagyok. Részemről javasolni fogom az ügy kutatásának folytatását. A magyar változatot a National Geographic készítette. Munkatársak voltak Kocsis Éva, Katona Edit, Horváth D. Tamás, Kovács Bernadett. Produkciós vezető Szabó.